Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra itt a csatornában. A mai nap Csabival hiába egy i3 áll mögöttünk, ez nem egy i3-as videó lesz, és nem azt fogjuk tesztelni, hanem amit ma ki fogunk próbálni, az nem más, mint ez a DJI drón, ami körülbelül egy hónapja került a piacra. Tudom, hogy nagyon sok videó van már fönn, viszont mi még nem csomagoltuk ki, és még nem mutattuk meg nektek ezt a drónt, úgyhogy ezt a Mini 3 Pro RC-t fogjuk ma tesztelni, meg fogunk nézni egy pár funkciót, de előtte megnézzük, hogy mi van a dobozba, úgyhogy tartsatok velünk ebben a videóban is. Ahogy hallhatjátok, eléggé fúj a szél, de hát csak ezt a napot tudtuk ma kiválasztani. És igaz, hogy már föl lett bontva ez a drón, de mi most ki fogjuk nyitni és megnézzük, hogy mit tartalmaz a doboz. Ugye ahogy mondtam, ez egy RC verzió, a doboz tartalma pedig be van csomagolva maga a drón. Vannak pótpropellerek, illetve egy csavarhúzó. És itt már más nem is találunk. Itt van egy ilyen tojástartószerű kis doboz. Ezt valahova ledobjuk, hogy ne fújja el nekünk itt a szél. És akkor a doboz már semmi más nem is tartalmaz, csak is egy RC távirányítót, illetve kaptunk egy USB-C kábelt is hozzá. Ugye ez is be van csomagolva. Ahogy mondtam, én ezt már kibontottam, de most újra megnézzük. És akkor így néz ki az RC távirányító, illetve akkor kibontjuk nyilván a drónt is. Pont fordítva raktam rá. Ezt is odaadjuk Csabinak. És hát akkor ez lenne, amit a doboz tartalmaz. Ahogy mondtam, volt benne egy elég rövid USB-C kábel is, de hát azt ugye nem hoztuk el. És hát akkor nézzük meg, hogy hogyan néz ki ez a kis drón. A drón maga, hát őszintén szólva én nekem egy kicsit olyan kis nagyszemű békának tűnik, de hát ennek megvan az oka, hogy ez miért ilyen. Ugye előre és hátulra is szenzorokat tartalmaz, előre és hátra is lát. Egyedül oldalra nincsen benne szenzor, oldalra nem lát, viszont alul is lát. Ugye az a helyzet, hogy minden drónnál van egy ilyen kis védő kupak, ezt innen le is szedjük, és az az igazság, hogy én nekem mindig nehéz volt ezt leszedni az összes drónról, és hát ez most sincsen másképpen. Van egy ilyen kis szivacsarat, amit elveszek. Egyből amire fel lehet figyelni az az, hogy maga a háromtengelyes gimbal az alulról van föltéve. Ez pedig azért van, mert fölfele is fog látni majd a drónunk. Ez még pedig azért van így megcsinálva és megoldva, mert TikTokra és Instagramra is lehet majd felvételeket készíteni vele. Ez tökéletes lesz. És a 16-9-ből egyből 9-16-ot tud csinálni egy gombnyomásra, ezt majd meg is fogjuk nézni. És hát ez a kamera, ez egy 1,3 incses CMOS kamera, ami 4K60-ba és HDR-be is tud rögzíteni videót, 48 megapixeles maga a kamerája, úgyhogy 48 megapixeles képeket tud készíteni. És hát ahogy kinyitjuk, egy kicsit eltér a többi dróntól, mivel ennek előrefele kell hajtani a lábait, és oldalra lehet kihajtani a hátsó lábait. Ez a többi drónnál egyébként a DJI-nál pont fordítva volt eddig, nem tudom, miért változtattak ezen, tehát ez nem egy probléma. Kicsit félreteszem ezt most, ezt a távirányítót, reméljük nem fúj minket el a szél. És hát mit lehetne elmondani erről a drónról még? Hát ugye a kialakítását tekintve azt lehet látni, hogy eléggé meg vannak döntve a propellerei. Ugye ahogy repül majd a levegőben, hogy körülbelül ilyen szöget fog majd fölvenni, amikor gyorsan repül, és hát ugye akkor tudja kifejteni a leggyorsabb hatását a drón, amikor egy kicsit meg van döntve, és akkor fogyaszt a legoptimálisabban. Úgyhogy nagyon jól kialakították ezt, és nyilván a két szenzor, amelyik előre és hátra is lát, az igazából egy ilyen tokba van beépítve, ami előre és hátra is fog tudni majd nézni. Az akkumulátorral kapcsolatban, ezzel az akkumulátorral 34 percet fog tudni repülni a drónunk. Ugye a mi szettünk az nem egy Flymore kombó, úgyhogy csak is ez az aksink van hozzá. Ezt hát hogyha van egy 30 wattos
töltünk, akkor 61 perc alatt képes feltölteni ezt az akkumulátort, és ugye, ahogy mondtam, 34 percet fogunk tudni vele repülni. Hát ezt majd megnézzük, mert ugye nagyba függ az, hogy milyen széllel állunk szembe. Ugye a DJI Minikkel kapcsolatban szoktak ilyen problémák lenni, hogy azért eléggé küzd a széllel. Ez egy kétszellás akkumulátor. Létezik hozzá egy olyan akkumulátor is, amivel már 47 percet tud repülni ez a drón, de hát az az igazság, hogy akkor már a 249 grammot már túl is lépni ez a kis Mini Pro. Hát ezt nem tudom, hogy ezt hogy oldották így meg, de hát létezik egy ilyen akkumulátor is hozzá. Én úgy gondolom, hogy nekünk bőven elég lesz ez a 34 perc is. Ötös szélállósága van ennek a drónnak, ami azt jelenti, hogy 10,7 méter per szekundumos szélnek tud ellenállni. Hát majd ezt is meg fogjuk nézni, hogy a mai széljárással szemben hogyan tud majd viselkedni ez a drón. Ezt a drónt én azért választottam, mivel ugye kétféle verzióban adják ki. Van egy olyan távirányítós, amihez be kell tenni még a mobiltelefon, illetve van ez az RC verzió, és hát mondanom sem kell, hogy hát nem sokkal kerül többe egyébként, mint a sima verzió, a telefonos verzió, és tehát egyértelmű volt, hogy én nekem ezt kell választanom. Nekem mindig probléma volt az, hogy még egy telefont elhozni esetleg, megnézni a töltöttségét annak is, úgyhogy nagyon örültem annak, hogy a DJI kiadott egy ilyen verziót is, úgyhogy egyből kaptam ezen az alkalmam. És hát volt már egy frissítése ennek a drónnak, ugye mielőtt kihoztuk volna, megcsináltuk ezt az 1 gigás frissítést, amit kiadott a DJI azért, hogy minden funkció rendesen működjön. Sokan mondták, hogy eléggé melegszik a drón, miközben tölti lefele ezt a frissítést. Nekem körülbelül 2-3 percet vett igénybe, és egyáltalán nem melegedett túl a drón, nem kellett kikapcsolni, úgyhogy ezzel nekem nem volt problémám. Visszatérve az irányítóra, hát nagyon jó az érzésre a fogása, az nekem nagyon tetszik benne, hogy ilyen kis gumírozott az egész. A súlya olyan, hogy én szeretem, hogyha valaminek van súlya, mert akkor érezni benne, az, hogy van benne anyag. Viszont tehát ez egy kicsit könnyű, de ez egyáltalán nem probléma. Én nekem nagyon tetszik ez. Ugye hátoldalára be van téve ez a kis joystick, ugye 2 darab, ezt föl is tekerjük rá. Illetve a hátulján van még, én nem tudom, hogy ez mi lehet, ilyen kis bordázott műanyag, de lehetséges, hogy itt szellőzik. Illetve itt van egy C1, C2 gomb, ezek programozható gombok, ide akár be lehet állítani azt, hogy ha megnyomjuk, akkor felvételt készítsen a távirányítón nyomott gombokról. Az egy nagyon jó funkció egyébként, az is nagyon tetszik nekem, mert amikor felvételt készítünk, akkor alá be lehet tenni egy olyan kis funkciót is, hogy ti látjátok azt, hogy milyen gombokat nyomtunk meg ahhoz, hogy elkészítsük a felvételt. Hát hátul már más nem nagyon látunk, és itt a hátulján van egy felvételindító gomb, illetve egy fotógomb, és ahogy mondtam, 48 megapixeles fotót tud készíteni. Én nekem soha nem volt fontos az, hogy egy drónnal fotót készítsek, mindig az volt a lényeg, hogy a videóból kivettem a képeket, most viszont eléggé sok képeket fogok ezzel készíteni, mert én nekem nagyon tetszik ez, hogy 48 megapixel, hát majd meglátjuk. Itt elől még van mellette 2 darab wifi jelünk, ami bele van nyomtatva itt a műanyagba, és akkor valószínűleg itt az antennája érzékelője van, és akkor szembe pedig, ugye vannak ledek, a hosszabbik led az azért van, hogy azon, hogyha piros, akkor azt lehet látni, hogy még nem kapcsolódott a drónhoz, viszont hogyha már zöld, akkor már össze is kapcsolódott a drónunkkal, és akkor van 4 darab pötty, ami pedig a töltöttségét jelzi ennek a remek távirányítónak. Azt kell tudni róla, hogy teljes feltöltöttség mellett 4 órát tud kibírni, 4 órát lehet repülni akár, hogyha ezzel a távirányítót teljes mértékben feltöltjük. Aztán, amit itt még lehet látni, ugye van egy Return to Home gomb, középen pedig 3 állású kapcsolónk van. Az egyik, a középső állás az a normál állás lesz. Hogyha elhúzzuk oldalra, akkor ezt színe módot tudjuk kapcsolni, ami azt jelenti, hogy egy ilyen lassú mozgása lesz a drónnak, olyan szép lassú filmes felvételeket lehet vele készíteni, illetve hogyha átkapcsoljuk ugye az S-re, az pedig a sportmódot jelenti, ez a drón sportmódban 15 méter per szekundummal tud repülni.
és akkor ugye van egy bekapcsoló gombja, amit egy rövid, egy hosszan megnyomva, akkor már be is kapcsolódott a távirányítónk. Úgyhogy kérünk egy légtérengedélyt, minden engedélyünk megvan, jogosítvány megvan, úgyhogy drónozzunk egyet itt a nagy szélben. Úgyhogy akkor először is megnyitjuk a drónt. Egy rövid, egy hosszú. És már kicsit már más hang fogad minket, ugye, mint például már itt a esetében. És akkor elindítjuk. Egy rövid, egy hosszú a távirányítónkat. El fog indulni a DJI Fly alkalmazás. Ezt megvárjuk. Csabi, hány műholdat talált? 21-et. Egyből 21 műholdat talált. Volt, hogy ilyen sok gomb volt ott egymás mellett, és ott talált a Type and Screen Record és Screenshot. Ugye kétféle módot tud, hogyha benne van a memóriakártya. Hát elég nagy memóriakártya van benne, úgyhogy itt akár mennyit fog tudni rögzíteni. És én szerintem ez nem 4 kell rögzíteni, hanem sokkal kevesebbe. De tud olyat, hogy csak képet készít a képernyőről, illetve tud olyat, hogy rögzíti a képernyőn nyomott gombokat. Úgy, még egyszer. Oké, vissza a lapra. A két gomb ez erre van, illetve ugye így is le tud bukni. És fölfel hogy néz? Hát az fölfel kell ízni a gomb, a tekerővel. Itt vannak ezek. A tekerővel. Aha. De jó. És akkor ugye egy gombnyomásra le is tud bólintani nekünk, egy elég jó funkció, és már fordítjuk is le. És már hátra szálljunk fel ezzel a Mini 3 Pro RC drónnal. Nem tudunk felszállni, amit kell. Ugye check propeller installation, ugye azt meg kellene nézni, hogy installálva vannak-e a propellerek, hát nyilván installálva vannak, úgyhogy a skippeljük. Check complete, és most már nagyon remélem, hogy föl tudunk szállni. Úgyhogy ugye lehet hallani a hangot, hogy valamit már érzékel maga körül. Kecs, mi a hang? Elég halk. Elég halk. Elég halk. Brutál szélvel azt kell tudni. Ez nem a range izé hatótáv test videó napunk. Akarom, közelebb akarok menni egy kicsit. Kicsit. Jó lesz így, csak fordítsd. Jó, és a másikkal. Látjátok, hogy hogy áll. És hogy ebben a szélben hogyan tartja magát ez a kis drón. De hol mutatok valamit? Ebben a szélben. Ebben a szélben. Csabi megmutatja, hogy milyen szél van. Milyen szél van. Ez nem 10 méter per szekundumos szél, aminek egyébként ellen tud állni. A vár kormóta valószínűleg, hogy azért csak ellen tud állni. Hát már meglátjuk, hogy mennyire tudunk majd felszállni vele magasabb részre. Erre fújott minket. Nagyon jó. Úgyhogy akkor körbeforog a kis drónunk. Nagyon halk, olyan egy kis darázs. És erős szél van. Full HD-ba pedig 4x slow motion tud tűnni.
Csabi nagyon erős. Csabi nagyon erős. Kíváncsi vagyok, hogy neki ez a motoros. Nem tudom. Milyen lenne. Viszont azt tudni kell, hogy a napos rendszer már aktiválódott, és azért vannak ezek a hangok. És szerintem neki vezetném Csabinek, én szerintem simán kikerülni. Nézzük fel! Jó, akkor neked próbáljam vezetni? Ez a kóvatokás, hogy Csabi, tesz le. Tényleg elkezdek kikerülni. Ha kikerül? Kikerül. Teljes mértékben neked irányítom a drón. Miért nem vagy? Hát azért, mert előtte vagy. Állj félre. Hát ott addig megy. De igazából nem tudok neked menni. Ne, ez nem az a mód, mert megáll csak. Hát ez megáll, de ugye van az a mód is. Felvételen ebből semmit sem lehet látni, hogy ennyire halk lenne. Nem is tudom, mi ezt viszonyítani. Ha most? Mint egy elektromos RC autó kb. Ilyen nagyon halk. Aha. Hát ilyen brutál. Körbefordulunk egy kicsit, és elmegyünk abba az irányba, és még egy kicsit följebb is. Hát kíváncsi vagyok, hogy mondjuk egy vértesszerűs irányába elvezetem, akkor mikor fog elveszíteni a jelet? Nem fogja. Hát nem nagyon fogja elveszíteni, és közben megyek. Okuszinsz van benne. Okuszink 3-at tudja már. És hát innen a képről én azt kell, hogy mondjam, hogy valami eszméletlen, hogy milyen szép a felvétel. De azt viszont azt is fogjátok látni, hogy hirtelen a 34 percből itt a nagy szélben már mindjárt 8 perc lett. Valószínű, hogy a szembeszél miatt, és ahogy megállunk, akkor mindjárt fölmegy. Úgyhogy, automatikus, hogy nézi, hogy neki hány perc kell, hogy visszaérjen. Erőszél van. Így van, most már mindjárt 25-26-ot ír. Milyen érdekes. De nagyon, nagyon jó a felvétel, nagyon jó lehet látni. Hát, brutál. Azt már meg kell nézni, hogy milyen módban vagyunk. És most visszafogsz szállni az asztalra szerinted? Megpróbáljuk. Jó, akkor nézzük, nyomjuk most egy return to home funkciót, és megnézzük, hogy visszaszáll-e az asztalra. Úgyhogy megnyomtam. Mindjárt haza fog jönni, és akkor majd meglátjuk. Én már magát a drónt már nem is látom. Most jön értelme, csak röviden nyomtam meg. Úgyhogy most vissza fogunk jönni hozzánk, és azt fogjuk megnézni, hogy le fog-e szállni ide az asztalra. Már jön is nekünk a drónunk. Hát ez nagyon nem az asztal lesz. Hát nagyon remélem. Nem az asztal lesz. Hogy nem a... De ezt meg tudsz szakítani, ez te vagy. Nem. Nagyon remélem, hogy nem az i3-ra fog landolni. Lehet az asztal. Jó, meg is szakítom. Figyelj, ezek egy 30 centivel arrébb. Hát az árnyéka az oda ment volna. Sajnos nekünk nem az árnyéket kellett volna. Kicsit... Valószínűleg... Ennyivel ment arrébb. Hát eléggé arrébb ment. Hát... Ez most egységes, hogy a szélnek is betudható. Nem ért volna oda, szóval nem ment volna az asztalra. Még mindig meg szeretném mutatni, hogy van egy kis szél közben. Nem kis szél van, hanem elég nagy szél. Hát Csabi egyelőre még nem száll föl, de azért elég nagy a szél. De nem csodálkozok rajta, viszont ugye nem szállt volna rá az asztalra, az egy nem. Akkor most nézzük meg azokat a funkciókat, hogy ezeket a repülési funkciókat nézzük meg. Megnézzük először a QuickShot funkciót. Ugye QuickShot, ott ki kell jelölnöm Csabit. Csabi, maradjon! Most mutatja nekem, oké. Mindjárt benne leszel.
kijelöltem Csabit, és akkor már mehet is. 3, 2, 1. Ez a quick shot, ez azt fogja csinálni, hogy szépen eltávolodik. Ilyenkor integetni kéne a Csabinak. Majd én integetek. Szia! Elmegy messzire, és utána visszajön. És vissza is jön. Gyerekek, nagyon nagy szél van. Nagyon nagy a szél. Kicsit el is fordítom erre, hogy jobban benne legyünk. Úgy. Van nagyon nagy a szél egyébként. Ugye ez volt a quick shot funkció. Akkor nézzük a másikat. Aszteroida. Az aszteroida módot fogjuk most kipróbálni, de azért oda fogok menni a Csabihoz, mert abban én is benne szeretnék lenni. És... Nem baj, hogy nem is választottunk volna, már kétszer dőlt el a kamerálványunk, akkora a szél. De mindegy, minket ez nem fog hátráltatni, mégpedig nézzük meg a bumerángot. Jó, szóval beállítottam a bumerángot, és akkor nézzük meg ezt a bumeráng funkciót. Start! És már lehet is. Ugye engem fog venni alaphelyzetnek, és majd kíváncsi, hogy mit fog csinálni, ez nem egy körbenekülés lesz. Majd térni sokkal közelebb hozzám, úgyhogy nagyon remélem, hogy az ilyenről nem tudtál számolni, mert megoldott ezt a dolgot, és már miért is mondjuk. És akkor nézzük meg, még egyet mondjuk, nézzük meg ezt a, mondjuk ezt a rakettet. Ezt a rakettet még nem néztük, ugye? Nézzük meg ezt a rakettet, azt mondjuk, hogy pedig megnézzük majd a slow motion funkciót 4K60-ban. Egyéb felvételeket, mert körülbelül 8 percig van, ami szerintem egyébként egyáltalán nem kevés, és akkor most tart. Szerintem felmegy, és csak fentről fog valami csinálni. Felment. Annyi történik, hogy fölment körülbelül 30 méterre, és 30 méter után pedig visszaérkezik ugyanide. Átálltunk sima videóra, és akkor most... Tök jó, megcsinálták, hogy a propeller széle piros, és látszik, hogy igen. Hol van a... Látszik, hogy hol van a széle. Jó. És akkor most már szerintem működni fog az a funkció is. Jó. Kicsit közelebb jövünk, és hogy megnyomom a gombot, akkor mindjárt át is át 9.16-ra, a 16.9-ről, és akkor már egy ilyen felvételt fog nekünk tudni majd rögzíteni. Gyorsan egy nyomásnál vissza is állítottuk. És akkor nézzük meg, hogy milyen rögzítési módok vannak. Hát most már 4 percet ír, hogy lehetséges, hogy már nagyon nem fogunk tudni. Következő videó. Gyorsan még egy slow motion-t megpróbálunk. Ja. Még azért 4 perc azért ennek még elég sok. Úgyhogy nézzük meg, hogy milyen slow motion rögzíteni nekem. Ez slow motion. És már slow motion. El is indítottam. Something I can't define.
volna bele a mai drónos videómba. Csabinak köszönöm szépen, hogy velem volt és operatőrködött nekem. Legközelebb pedig újra találkozunk. Sziasztok! Én igazából azért választottam ezt a drónt, és azért választottam ezt a verziót. Ezt várjuk meg, ezt különöm. Van hátul, de nekik kettő darab ilyen kis hoppázni jelszel. És itt a hátulján van egy felvételindító gomb, illetve van egy kép... Minek mondják ezt? Mi ez? Felvételindító, videó felvételindító és fotó. És nyilván van egy kikapcsoló gombja, egy bekapcsoló gombja. Azt, hogyha megnyomjuk egy rövidet és egy hosszat, hűljen a DJI a drónokhoz, akkor elvesztem. Hogy ne lebegjen? Hogy